Sziasztok, Zoltán Áron vagyok, és ez itt a Verséker. Ebben az epizódban Hajduk károly fogok beszélgetni. Karcsit láthattátok több filmben is, a Martfűirénben, vagy az Akik Maradtakban. Egyébként pedig kollégák voltunk a Vígszínházban, onnan az ismerettség. Charles Bukovszki verseit hozzá el nekünk. A gimnázium első éveiben kezdtem kinőni a félénkségemből, és belenőni valami másba. Éreztem a bennem zajló változást nem volt felette hatalmam. Kezdtem máshogy járni és máshogy beszélni. Valahol belül egyfajta furcsa önbizalom volt kialakulóban. Nem tartottam túl sokra az embereket. Halvány gúnyos mosolyjal járkáltam közöttük. Egyik nap, testnevelés órán, a tanára fiúkkal a távolugrás gyakoroltatta. Az ugrások hosszát lemérték és feljegyezték. Odafordult hozzám a tanár, te következel csinálsz ki. Fú, én nem akarok. Miért nem? Másnapos vagyok. Na, hagyjuk ezt. Gyerünk, ugorj. Mindenkinek meg kell tanulnia. A kurva életbe mondtam. Hátraléptem egy párat, nekifutottam, ráléptem az ugródeszkára, és elugrottam, és ha már a levegőben voltam, úgy döntöttem, ott is maradok, már csak a vicc kedvéért. Aztán megérkeztem a földre, a fűrészporba. Hozták a mérőszalagot. Ezt nem hiszem el, mondta a tanár. Csinálsz ki, te ugrottál már valaha? Nem. Egy centire maradtál csak el az iskolai rekordtól. Tényleg? Akkor most már lezuhanyozhatok? Persze, menj csak. Lassan hagytam el a pályát, mint aki fontosabb dolgokon gondolkozik. Éreztem, hogy a tanár és az egész osztály engem néz. Megálltam, benyúltam hátul a gatyámba, és megvakartam a seggemet. Aztán kivettem a kezem a gatyámból, mentem tovább az zuhanyzó felé, és éreztem a hátam mögött a csodálkozást és az értetlenkedést. Valami szeretetlenségből fakadóan kialakult dac, minden megfelelési helyzet felé, amiről egyébként ez a vers is szól, hogy most jó, most akkor ugrani kell, hát jó, akkor ugrok. Ja, most ez ilyen nagy szám. Jó, hát egyébként örülök, hogy ez ilyen nagy szám, de egyébként meg megvakarom a seggen. Tehát, hogy ez a világhoz és ezekhez a megfelelési helyzetekhez való viszonyulás. És mondom, ami, ami iszonyatosan elképesztő ebben a, a fickóban, az, hogy a stílusa. Amennyire, amennyire líra nélkül és gyakorlatilag tényleg novelisztikusan antiköltészettel fogalmazza meg, mégis nagyon egyszerűen, tisztán, eszenciálisan egy helyzetnek vagy egy apró mozzanatnak a, a lényegét. Ez is nagyon jó, hogy semmi olyat nem fogalmaz meg a legtöbb versével, sőt, kifejezetten kerüli azt, hogy, hogy ő bármiben is különleges lenne. Van. Tehát az, hogy leírja, hogy ez volt, történt egy ilyen, de mégsem ez a vers. Biztos vagyok benne, hogy ő nem a kamaszkorról akart írni, ahogy ugye ezek sok ilyen. 19. századi, meg aztán ugye 20. századi vers is van, hogy ó, az iskolám, és ha nem tudom, és azokhoz képest elég annyira szépen más fénytörésbe kerülnek ezek a versek. Tehát ő neki igazából azt hiszem csak ö, eszébe jutott valami, és úgy írta le, nem mélyült el benne, hogy hogy az vajon nem kezdje el, an, el analizálni, hogy akkor vajon mi történhetett bennem? Én akkor valami olyasmit éreztem, hogy már nem voltam annyira félénk, elkezdődött valami más. Tehát, hogy tényleg úgy és annyi van megfogalmazva, mint az, hogy igen, vettem egy kiló hagymát, volt rajta földes, volt, csapalátettem és megmostam. De mitől válik mégis érdekesé? <laughs> mert, mert annyira személyes. És pont ettől, a, mert és nem kezdjél a saját személyességét boncolgatni. Aha hanem egyszerűen úgy írja le, ahogy volt, és ehhez mindenki, és azzal sem foglalkozik, hogy majd lehet látni a többi versében, illetve az írásokban, hogy nem foglalkozik vele, hogy ehhez, van is erre egy nagyon jó vers, hogy ezekhez ki hogy kapcsolódik. Én most ezt így eszembe jutott, én ezt így leírtam, és kész. Múltkor a fogadóablak előtt egy sorban egy férfi megkérdezte tőlem, Maga Harry, csinálsz ki? Aha, válaszoltam. Mit tetszenek a könyvei, folytatta. Kösz, válaszoltam. Kire fogad ebben a futamban? kérdezte. Aha, válaszoltam. Én a négyes lóra. Fogadtam, és visszamentem a helyemre. A következő futam előtt állok a sorban, és ugyanaz az ember áll mögöttem megint legalább 50 sor van, de neki az enyémben kell állnia. Azt hiszem, ez a futam a hajrázóké lesz, mondta a tarkómnak, elég nehéznek tűnik a pálya. Ide hallgasson, mondtam, de közben nem néztem hátra. A lovakról beszélni a pályán a halál csókja. Ez milyen szabály? kérdezte. Isten nem állít fel szabályokat. Megfordultam és ránéztem. Ő lehet, hogy nem, de én igen. A következő futam után beálltam a sorba, és hátra néztem, nem volt ott. Elvesztettem egy újabb olvasót. Heti kettőt, hármat vesztek el. Nem baj. Olvassanak csak Kafkát. Amerikában nagyon ö, extrém módon tudták őt bírálni azt, hogy egyébként ő milyen szerző, meg egyáltalán. Viszont már életében nagyon komoly követőtábora, tábora, nem csak olvasói tábora, hanem, hanem, olyan szerzők is jöttek a nyomában, akik kifejezetten példaképüknek tartották a Bukowski-t. És ugye rajta maradt az a többek között az a jelző, hogy nem is tudom, a, a nyomornegyed koszorús költője. Ugye nagyon sok, mm. nagyon sok olyan típusú verse novellája. Regénye van, ami, ami, a lecsúszott haverokról és ismeretlenekről, és nem egy csomó ilyesmiről szól. És akkor erre írt, hát már az utolsó években egy Aranya szemedben című verset, amit hát majd Gyere, egyértelmű lesz, hogy kiknek. Beültem a BMW-be, és elmentem a bankba, hogy átvegyem az Arany American Express kártyámat. Mondtam a pultnál a lánynak, hogy miért jöttem. Mr. Csinaszki, ugye? kérdezte. Igen, kéri az igazolványomat. Nem, ismerjük magát. Betettem a kártyát a tárcámba, visszamentem a parkolóba, beszálltam a BMW-be, amit egyben fizettem ki készpénzzel, és úgy döntöttem, elmegyek az italboltba egy jó karton borért. Az úton azt is eldöntöttem, hogy írok egy verset erről az egészről: a BMW-ről, a bankról, az aranykártyáról, csak hogy provokáljam a kritikusokat, az írókat, az olvasókat, akiknek sokkal jobban tetszettek azok a versek, amiket arról írtam, hogy padokon alszom, megfagyok, és haldoklom az olcsó bortól és az alultáplátságtól. Ez a vers azoknak szól, akik azt hiszik, hogy az ember csak akkor alkothat zseniálisat, ha a szakadék szélén áll, annak ellenére, hogy ők gyávák voltak ahhoz, hogy ezt kipróbálják. Szóval ennyit a nyomornegyed koszorús költőjéről. Abban egyébként már egy jó ideje nem hiszek, hogy csak akkor lehet az ember hiteles, termékeny, jó alkotó, hogyha egyébként neki folyton magánéleti vagy folyton egzisztenciális problémái vannak, hiszen számos példát ismerünk ennek az ellenkezőjére. Ennek volt egy, nem is tudom, egy romantikája, stb. De ez szerintem ez nem érvényes. Tehát azért szép, mert ismét csak egy nagyon egyszerű dolgot mesél, mond el ebben. Mégis, tulajdonképpen az arról beszél, hogy figyelj, oké, okay, hogy neked az tetszik, de de te ezt úgy, te ezt úgy csinálnád, vagy, vagy úgy úgy fölállnál a munkád mellől, és akkor elmennél ezt megnézni. Azért olvasol engem, mert ez mennyire hú, de divatos. De hogy egyébként, aki meg tényleg ott van, mint ahogy ő nagyon sok ilyet látott és tapasztalt, hogy tényleg kitaszított valaki, hogy tényleg nincsen perspektíva, hogy tényleg igazából egy szeretetlen kutyaként jött a világra, most nem elsősorban, hanem ahogy mondjuk akárkiről, egy, egy emberről ír egy novellát, nem szeretetlen kutyaként jött a világra, és tulajdonképpen soha életében nem tapasztalta meg, hogy mi az, hogy őt nagyon szeretik vagy akár nagyon utálják. Ő soha nem történt vele semmi olyasmi, amitől ő azt érezte volna, hogy igazán vissza van igazolva az ő létezése vagy a létjogosultsága a társadalomban, de nincs is annyira kidobva, meg nem tudom, megtűrik. Ő számtalan ilyennel találkozott. É. És akkor valahogy azt mondja, hogy na jó, amiről ti beszéltek engem méltatva, hogy én ezeket hogy meg tudom fogalmazni, de hogy ö, ne csináljuk már ezt, mert az, amiről ti gondolkodtok, az egyébként valójában nem ez. Tehát, hogy ott semmi romantika nincs. Ott ezek a tények vannak. Hogy igen, lejött 40 évet, 50 évet, akár 60 évet, és aztán nem tudom. Meghalt egy bárban, így a sarokban, a kutya nem figyelt rá oda. Mennyire fontos ez? A vers szempontjából mennyire fontos? Tehát most szándékosan használom ezt a nagyon csúnya szót erre a. Erre a vagy ezzel a témával kapcsolatban, hogy bármiféle művészeti produktummal kapcsolatban azt gondol, az a valahogy nem is tudom, az, az körvonalazódott nem inkább ez így pontos, hogy az ilyesmi az nem egy nem egy egy magasabb rendű dolog, amit csak kiváltságosok érthetnek, vagy akiknek van rá affinitása, vagy nem egy, nem egy, nem is tudom, egy szép pillangó, amit miután meghalt, akkor berakunk oda a vitrinbe, és akkor néha megnézegetjük, hanem azok használati tárgyak. Ugyanis én, hogyha nekem nem tudom, az a foglalkozásom, hogy ö, ö, nem tudom, mit tudom, én szobafestő vagyok, és azért tök jól el vagyok vele. Van egy életem, csinálom a munkámat, de közben nekem is vannak problémáim. Viszont nekem, én nem azzal vagyok elfoglalva, hogy ezeket jól megfogalmazzam, vagy, vagy vizuálisan megfogalmazzam, vagy zeneileg megfogalmazzam. Viszont ezek a dolgok, a versek, a regények, a novellák, a a képzőművészeti alkotások, a zene, ez mind arra való, hogy én ezeket, illetve mi mindannyian, ami nekünk éppen abból szükséges, azt tudjam használni. É, tehát erre a legesleg egyszerű példa, amikor az ember mondjuk kamaszkorában egy bizonyos szerelmi folyamatnak egy bizonyos pontján, szénné hallgat egy számot. Igen. Vagy egyszer csak szénné olvas egy regényt, vagy egy verset. A versekből egyértelműen az jött, az jött le, hogy sugárzik ebből a csávóból az, hogy, hogy ő leszarja az, hogy milyen véleménye vannak róla. És talán, talán ez az, amit, amit igazán, igazán el lehet tőle tanulni, vagy el lehet tőle úgy, úgy, úgy sajátítani, hogy érdemes, érdemes ezt ezt, a, ezt az érzést megtalálni benne. Igen, bár én szerintem, tehát hogy azért, tehát nem véletlenül lett mondom már életében ő vonzó, nyomdokaiba lépő, vagy nyomdokaiba szándékozni lépő alkotóknak, de igazából mivel ő ezt egy percig sem csinálja, ezért ez én például nem gondolom azt, hogy ez eltanulható. Én a magam részéről csak csodálni tudom. Mi figyelj a foglalkozásunk az egyébként sem teszi lehetővé. hogy, Tehát lehet ezt kezelni, de mi azért alapvetően mindig megfelelési helyzeteknek vagyunk kitéve. És az a, az a, ugye az a fontos kérdés, hogy az ember hogyan önmagát megismerve, hogyan tudja ezeket a megfelelési helyzeteket természetesen és jól kezelni. Ugye nagyon sokszor látunk, láttunk olyat, hogy, hogy, hogy valakinek az tulajdonképpen majdnem az egész pályáján teher marad. Mert egyszerűen nem tanulta meg azt kezelni. De az, hogy igen, hát ha már csinálunk egy előadást, akkor az ugyan tetszem már az embereknek, vagy, vagy ugyan kapjanak már tőle valamit így úgy, amúgy, az egy megfelelési helyzet, de ez nekünk a, a része. Tehát ezt én nem gondolom, hogy bár, vagy hogy én biztos, hogy nem. Ö, ö, nem tanulnád el tőle. Hát nem nem, 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 tud, nem tudnám eltanulni tőle. Tehát ő simán, ő simán veszít két-három olvasót hetente. Tényleg, és nem, mű, nem, nem csinál ebből műsort. De hát azért mi ebben nagyon mások vagyunk. Anyám mindig azt mondta, hogy szerinte olyan helyes az a francia színész, az a szalma kalapos, akinek sétapácája volt, és éneklés közben táncolt. Erre apám mindig azt mondta, ugyan már. Aztán elmentek moziba, és megnézték őt. A francia színész sok filmben játszott, úgyhogy sokat beszéltek róla. De ezek a beszélgetések mindig ugyanarról szóltak. Anyám azt mondta, ó, szerintem olyan helyes, mire apám ugyan már. Egy este apám nem hagyta annyiban a dolgot, szóval csak azért tetszik neked, mert szerinted helyes. Nem, dehogy, hanem azért, mert helyes és mert igazi úri ember. Úri ember. Igen. Ez meg micsoda baromság. Soha nem tudták lezárni ezt a vitát, lezárult magától, a francia színész meghalt. Anyám hónapokig nagyon szomorú volt, aztán talált magának egy másik kedvencet. Ő nem táncolt és nem énekelt a filmjeiben, hanem játszott. És hosszú íves szemöldöke volt, és olyan orra, mint egy kis balta, emellett ő is francia volt. Na, kérdezte apám, és ezen mit tetszik neked? Anyám hosszan elgondolkodott, majd azt mondta, az, hogy olyan mély érzései vannak. Érzései mi? Igen, és annyi fájdalom árad belőle. Miért más férfiaknak nincsenek érzései és fájdalmai? Nem úgy, mint neki. Ugyan már. Apámnak és anyámnak egyetlen szórakozása a mozi volt a világválság idején, ezért fontos volt számukra, hogy beszélgessenek a filmekről. Apám egy Válasz Beri nevű fickót kedvelt, akinek mindig folyt valami az orrából, amit mindig a kezével törölt le hogy milyen undorító egy ember, mondta anyám. Ő legalább nem játsza meg magát, válaszolta apám. Ami engem illet, én az első világháborús filmeket szerettem, ahol a vadászgépek pilótái mindig ugyanabba a festett szőkenőbe voltak szerelmesek, és felszállás előtt mindig berúgtak a bárban. Bennem, apámban és anyámban semmi közös nem volt, sem a filmek terén, sem az okon kívül. És ez soha nem is változott. És most már nem is változhat. Egy mélységesen szórakoztató és mélységesen tragikus versnek találom. Elképesztően, a, megint csak olyan egyszerű, és csak egy gyerekkori emlék. És valami olyan zsigerileg fontosat értesz meg, Hát nem is, nem is tudom. M mélységesen zs zs zsigeri tragédia. És ami, hogyha szintén, hogyha cincálgatva lenne, túl lenne lírázva, önelemezve lenne, vagy, vagy anyát vagy apát elemezve lenne, akkor nem tudna ilyen, elképesztő tragikus erővel ütni. Pedig tényleg megint csak rendkívül szófukar módon leírja a tényeket. Ez egy érdekes dolog, hogy valahogy mintha könnyebb lenne meg, megmondani azt, hogy milyen nem vagyok. Persze. Hát <laughs> Miért van ez? És hogy lehet megmondani azt, hogy milyen vagyok? Hát arra meg ott az egész életmű, gyakorlatilag. De hát, de hát az az. Hát azt hogy? Á. Például amikor döntéshelyzetekben voltam, vagy ilyesmi, akkor ez onnan ismerős, amit kérdeztél, vagy amit mondasz, hogy, hogy mindig azt szoktam tudni, hogy mi az, amit, mi az, amit biztosan nem akarok. Tehát, hogy mondjuk mi az, amit, mi az, amit biztosan nem akarok csinálni. Azt még nem tudom, nem tudom megmondani, hogy, hogy, hogy majd ez lesz, és nagyon ezt akarom, inkább azok csak ilyen megérzések, vagy az embernek arra felé dobban a szíve, vagy csak valami sejtésed van, hogy a af felé kéne, de azt tudod, hogy jó, ezt most biztosan nem akarom. Tulajdonképpen ez, ez egy, világlátás, nem? Tehát, hogy, 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 hol kezdem? Az, hogy én magamnak kijelölök valamit, ami, ami igen, és akkor, és akkor, az nyilván minden, minden mást fölülír, vagy elkezdem nézegetni, hogy hát ez nem. Az, az, sem, az sem, és úgy alakul. Hát igen, vagy nem tudom, hát nyilván ez mindenkinek máshogy van. Ez egyértelműen személyiség függő, meg mind-mind önismeret függő. Szerintem igen. De hogy... De hogy az is például nagyon nagy csapda tud lenni, amikor az ember azt mondja, hogy igen, tényleg azt gondolom, hogy az az érzésem, meg minden arra fel, hogy a, azon az úton kéne menni, és az elkezd felülírni dolgokat, és már lehet, hogy az ember már rég azon az úton van, ő akarta arra menni, de közben, közben már ott mocarok hátul benne egy csomó minden, de, mi, de mert annyira felülírta saját magának azt a döntést, hogy az, az már pedig én azt határoztam el, hogy onnantól meg egy ilyen, elkezdődik egy ilyen önhazugság ön és önmegnyomorítás ön helyzet. Hogy már csinálja, de igazából ott szíve szerint arra egy kicsit már, úgy letért volna. Ez még rosszabb. Most pont nemrég a Hullanszusival beszélgettünk ilyesmiről, hogy az még rosszabb, amikor ezt mondjuk szülők csinálják hmm. gyerekkel. Hogy ott az út arra hmm. kell menni, és nincs meg az, hogy nem tudja még pontosan, az a kamasz gyerek, vagy az a kis kamasz gyerek, hogy merre, hogy határozottan merre felé akar menni, de azt érzi, hogy mi az, ami nem, és van még egy csomó minden nyitva, mint ahogy, mint ahogy a kisgyerek, meg mint ahogy hozzáfog a játékokhoz, hogy most, most ez érdekel, holnap meg az érdekel, de egy csomó mindennel foglalatoskodik, az mind-mind az önkifejezésnek a keresgetése, vagy valami ilyesmi. És aztán egyébként ezek megmaradnak felnőtt korra is, csak már annyi minden fixen be van falazgatva, betonozva, és le van fektetve a, a is kővel a kis ösvény, hogy hát most azt felszedni, az mekkora meló, uramisten. Tehát, hogy... és akkor még egyszer, na, érted, hát igen. Ülök a lámpafénynél, és a buddha szobrot nézem. A buddha mindenért kinevet engem, ilyen messze jutottunk, és mégsem értünk el sehova. Olyan hosszú ideig éltünk, és mégis alig a buddha nevet. A buddha egy porcelán szobor, ami velem szemben ül itt ma este, miközben a versek nem jönnek.